A Hungária takarék óriási változás előtt áll. Az országban most még 11 külön pénzintézetként működő takarékszövetkezet ugyanis hamarosan egy nagy bankká olvad össze. Ezzel kapcsolatban tartottak vállalkozói reggeli Dombóváron. A beszerzések piacán megítélésem szerint jobb árakat tudunk elérni, tehát a dologi költségeket mindenféleképpen tudjuk csökkenteni. Termékfejlesztésünk is hatékonyabb lesz, hiszen központi termékek fognak megjelenni, és nagyon remélem, hogy az az ügyfélkör, aki eddig minket választott, tovább is fog ragaszkodni hozzánk, hiszen a kollégák ugyanazok maradnak, fizikailag ugyanott fogunk maradni. A takarékbank felállásával az ország egyik legtőkeerősebb pénzintézete jön létre, és jelentős fejlesztések várhatóak az elérhető szolgáltatások területén is. Ám a Hungária takarékra jellemző ügyfélközpontú szemlélet a régi marad, mondta Gáspár Csaba, a takarék ügyvezető igazgatója. Megpróbáljuk megőrizni a takarékszövetkezetnek azt a bensőséges, közvetlen kötődés sugárzó arculatát, ami igazából megkülönböztetett eddig bennünket, takarékszövetkezeteket, a nagy nemzetközi bankhálózatoktól. A vállalkozói reggelin Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dombóvár országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a fúzió után a most 80 Tolna és Baranya megyei önkormányzat vagyonát kezelő Hungária takarék még meghatározóbb erő lehet a helyi gazdaságban. A különböző projektek lebonyolításánál például mindig a vállalkozók és az önkormányzatok mögé jár, úgyhogy a bankra mi ezután is számítunk, és reméljük azt, hogy megerősödve kerül ki majd az átalakulásból. Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter arról beszélt, hogy a beruházás kivitelezésekor, majd az üzemeltetés során is szükség lesz a dombovári vállalkozások termékeire és szolgáltatásaira. Az ehhez szükséges fejlesztéseknél pedig nekik lehet jó pénzintézeti partnerük a Hungária takarék. Akár dombovári szállítók is beszállhatnak, és csarnoképítés, festőüzem, betonkeverőüzem, belső úthálózat, vízvezetés, tehát számtalan lehetőség van ebbe a fővonalási épületek, csak amikor itt kialakul egy szerves együttműködés, akkor értelemszerű az már előnyt tud majd a nagy épület építésén jelenteni. Az országban működő takarékszövetkezetek egyesülése várhatóan idén október végére fejeződik be.